A legősibb ruhák az elejtett vagy elhullott állatok bőréből készülhettek, és természetesen ezeket a bőröket valahogy kezelni kellett. A honfoglaló, nagy állattartó magyarságnál a bőrművesek fontos feladatot láttak el. Nem véletlen, hogy a középkorban Európa szerte híres lett az úgynevezett magyar bőr, amely a sajátos cserzési eljárásnak köszönhetően tartósabb és erősebb volt az átlagosnál. A bőrös szakmák között ekkor ott találjuk többek között a szíjgyártókat, csizmadiákat és lószerszámkészítőket. Még IV. Henrik francia király is kíváncsi volt a magyar bőr titkára, ezért mestereket küldött hazánkba tanulni. A tényleges bőrdíszműves szakma a különböző apró cseprő bőrtárgyak terjedésével alakult ki a múlt század elején. Az ember szabadjára is engedheti a kreativitását. Jó látni, ahogy az alapanyag, ahogy elkészül, ahogy egy tábla bőrből, akár egy táska, egy öv. Ezt a táskát én olyan 3 napig csináltam, ez teljes mértékben lóbőrből van. A különlegessége az, hogy itt látható a sörénye a táskának a fedelén. A bőrdíszműves bőrhöz, műbőrhöz, különböző textilanyagokhoz kapcsolódó előállítási és javítási munkákat végez. A munkát az elejétől fogva szervezi és felügyeli. Beszerzi az alapanyagot és, ha szükséges, megtervezi a terméket, szabástervet alkot. A megrendelő igényeinek megfelelően méretet vesz, kiszabja az anyagot, igazít, dupláz, hajtásokat készít. A bőrt ragasztja, vagy a megfelelő módon összevarja, egymáshoz erősíti a részeket, bélést készít, díszít, hímzéssel vagy fémszegecsekkel, továbbá patikol, domborít, metsz, szintén a megrendelő kérését követve. A bőrt színezi, tisztítja, javítja, csomagolja. A bőrdíszműves használati és dísztárgyakat készít, lényegében bármit, amit bőrből megálmodhat, vagy amit megrendelnek. Ajándéktárgyakat, hátizsákokat, táskát, kulcstartót, kocsinyerget, kötényt, lószerszámot, óraszíjat, ostort, pórázt, szíjat, tarsolyt, kesztyűt. Némely bőrdíszműves maga vállalja az elkészített tárgyak értékesítését is. Gyakorta találkozhatunk velük ünnepi vásárokon, népművészeti összejöveteleken vagy találkozókon. A bőrdíszművest a munkája a kézi szerszámaihoz és a műhelyéhez köti. A műhely általában nem túl nagy, zárt helyiség, amelyhez egy megfelelően széles szabászasztal tartozik. Azon egyaránt megtalálható a szabászolló és a varrógép. A mesterember többek között használ ragasztógépet, kiütőgépet, csiszológépet vagy a behajtáshoz, szélfestéshez szükséges eszközöket. Munkaruhája kényelmes, a legjellemzőbb ruhadarab az öltözékét óvó kötény. Hát az alapvető szerszámunk a kés. Olló, ár, lukasztó. Ezeket a bőr alapvető megmunkálására használjuk, tehát hasítani, aprítani, lukasztani. Annak különféle élszedő meg szélszedő, azok arra való, hogy amikor vastagabb anyagot használunk, vagy vastagabb anyaggal dolgozunk, akkor az éleit és a széleit le tudjuk kerekíteni, hogy olyan kis filigrán legyen, ne legyen ilyen kis éle. A bőrdíszműves munka elsősorban önállóságot, pontosságot igényel. Az aprólékos részfeladatok ellátásához jó kézügyességre is szükség van. A munka tervezési szakaszában az előrelátás, a figyelem sokat segíthet, a művészi munkavégzéshez, elképzelései megvalósításához pedig elkél a kreativitás. A megrendelővel való kapcsolattartáshoz pedig jó, ha a bőrdíszműves megfelelő kommunikációs képességgel is rendelkezik. Akkor voltam 14 éves, amikor ez az egész elindult bennem. Édesapámnak szép katonai szíját széthasgattam és befontam. És onnantól kezdve vagyok a bőrrabja. És utána kezdtem el táskákat, szütyőket, meg egyre több ékszer, karkötőket gyártani, aztán azokat értékesíteni. A bőrtárgyak, magának a bőrnek az illata, a tapintása, ez áll hozzám a legközelebb. Megnyitottam ezt a kis műhelyt, és a külföldi piac felé szeretnék nyitni. A bőrdíszműves munka könnyű fizikai igénybevételt jelent. Egészségre ártalmas tényező a zaj és a por. A vegyszerek, ragasztók, festékek allergiát okozhatnak. A fúró, vágó, szúró szerszámok és gépek balesetveszélyt hordoznak magukban, ami elkerülhető a munkavédelmi szabályok betartásával és a rendszeres szünet beiktatásával. A szakma gyakorlásához a végtagok fokozott használata, jó látás, a színek megkülönböztetése, szemmérték, méretfelismerés szükséges. A szakmához mozgás, hallás és értelmi sérültek számára speciális adaptált bőrdíszműves és bőrtárgy készítő szakképesítés kapcsolható.
A fogyatékos személyek pályára kerülését a munkakörnyezet akadálymentesítésével, speciális eszközök berendezések beszerzésével elősegíthetjük. A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, és a jelentkezőknek egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük. A bőrdíszműves szakképesítés szakiskolában 3 év alatt szerezhető meg. Lehetőség van felnőtt képzésben tanfolyamon is elvégezni a képzést. A szakképesítés birtokában többféle munkakört be lehet tölteni, mint például bőr ajándéktárgy készítő vagy bőrdíszműszabász. A bőrdíszműves iránt egyre nagyobb a kereslet. Végzettségével elhelyezkedhet bőrtárgyakat előállító cégeknél, vagy dolgozhat önálló vállalkozóként. Részt vehet minőségi tömegtermelésben, vagy foglalkozhat egyedi árucikkek tervezésével és gyártásával. Rokon szakmában dolgozik az iparművész, gyártmány és ruhatervező, a tímár, aki lenyírja, cserzi, puhítja, festi a bőröket, továbbá a kalapos, kesztyűs végzettséggel rendelkező szakember. A bőrdíszműves átlagkeresete a statisztikai adatok alapján bruttó 115 és 130 ezer forint, de a fizetés munkakörtől, régiótól és a vállalkozás típusától egyaránt függ. A magánvállalkozásban dolgozó szakemberek javarésze a tömegesen behozott olcsó, külföldi árucikkek miatt leginkább a bőrtermékek javításával foglalkozik, ám lehetősége van például egyedi bőrdíszművek piacra dobására, amelyek magasabb keresetet is jelenthetnek. A technikai fejlődés megváltoztatja a tervezés és gyártás folyamatát, a szakma pedig további fejlődési utakat is rejt, nyitott a művészképzés felé. Beindultam egy pályázaton, amelyből szeretném a vállalkozásomat elindítani, hogy teljes mértékben ezzel a szakmával tudjak foglalkozni. Főként szükség van először is kreativitásra szerintem, hogy az ember azért egy olyan terméket tudjon a piacra dobni, amit mondjuk meg is vásárolnak, valamint szükség van alapanyagra, szerszámokra, eszközökre. Mindenkinek ajánlom, akiben van egy kis kreativitás, és szereti a kézműves dolgokat.